csendéletek és tájképek láthatók ezen a nyíregyházi tárlaton. A kiállítás különlegessége, hogy három amatőr alkotó akvarelljeiből mutat ízelítőt a közönségnek. A festmények témájukban és technikájukban ugyan hasonlóak, az alkotók látásmódja azonban különböző. Ezt már H. Németh Katalin grafikus művész mondta el a tárlat megnyitóján, a Váci Mihály Kulturális Központban. Amatőrként ezt a technikát elég könnyű, ez csak azt különözi el őket egymástól, az egyéni látásmód. Mert ugye a képzőmű, ma már a kortárs művészetben nem lehet újat kitalálni, tehát senki nem tud már újat kitalálni. Merem már mondani, hogy majdnem mindenki van találva, viszont az egyéni látásmód, a látószög, a megoldások, a témakeresés, ez az, ami elkülönizi egymástól őket, és esetleg a később kialakuló, rájuk jellemző sajátos színvilág. Érdekesség, hogy mindhárom alkotó az egészségügyben találta meg hivatását. Szakmáját tekintve Porkoláb Éva pszichológus, Bobula Zsuzsa belgyógyász házi orvos, Lukács Edit pedig belgyógyász kardiológus. Elmondásuk szerint mindhármuknak a festészet nyújtott tartalmas feltöltődést. 40 évig dolgoztam az egészségügyben, és gyakorlatilag én gimnazista koromban is sokat rajzoltam, utána az egyetemen ezt abba hagytam, és később megint hiányzott a kreatív foglalkozás, meg a szakmám olyan volt, hogy ki kellett kapcsolódni. Az emberi kínlódás, szenvedés, fájdalom, és ennek ellenpontjaként újra elkezdtem rajzolni és festeni, és autodidakta módon rengeteget ügyeltem, tehát nem volt időm nekem járni ide-oda tanulni, hanem amikor szabadidőm volt, akkor csináltam. Imádom kísérletezni, mindig más technikával, hogy mit akarok kifejezni, attól függ, hogy mit használok, milyen technikát, egyszerűen élvezem. A munkánk az nem mindig könnyű, tehát házi orvoskodok, az egészségügynek meg vannak a maga buktatói, maga nehézségei, szépsége, és valamiféle lelkem örömére, vagy nem is tudom, tehát igazán ebben hiszek. A csendéletek azért, mert én hiszek abban, hogy amit látok, azt próbálom átadni. És nyilván a csendéletek azok a legegyszerűbb, amiket ott ülnek, tehát mindegyiket meg tudom mutatni, hogy hol, melyik parton, melyik mezőszélén, melyik ilyen közös festés kapcsán születtek ezek a képek. Most hivatalosan pszichológusként dolgozom. Ez az egyik szakmám, ami a profizmust jelenti, van róla papírom, a festésről ugye nincs, és ez az amatőrség. És körülbelül 2010 óta kezdtem el festeni, úgyhogy illetve megvalósítani is egy ilyen régi fantáziát, vágyat. Igen, 2010 óta. És azóta? Hát folyamatosan, nem annyit, amennyit kellene, vagy szeretnék, de rendszeresen festek. A Színtársaság című tárlat a Magyar Kultúra Napja nyíregyházi programjai keretében nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. A kiállítás február 22-éig megtekinthető.